Inimișem tuttam róla, de már akkor szerettél. Anyám még időn fogva rám gondot viseltél. A maga útján jártam, mikor szerintem írtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden áldom, éjszakán és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokan jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Jézus, te vagy minden áldom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokan jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt marad. Számunk nagy kegyelem az, hogy az Istennek az igéje körül legyünk, és ugyanakkor kapjunk erőt, kapjunk kegyelmet Isten részéről. János evangéliumának a 20. fejezetében ezt van megjegyezve. Jézus igen sok csodát tett a tanítványok előtt, amelyek nincsenek megjegyezve ebben a könyvben. Dar lucrurile acestea au fost scrise. De mindezek azért lettek megírva, pentru ca voi să credeți, hogy ti higgyetek, că Iisus este Hristosul, hogy Jézus a Krisztus, Fiul lui Dumnezeu, Istennek a fia, și crezând, és e hitben să aveți viață, életetek legyen az ő nevében. Iar epistola de care ne vom folosi astăzi în explicarea unei imagini, ami a leveleket illeti, szeretnénk ebből egy bibliai képet bemutatni. Egy János 5.13-ban írja meg a végcélját. Ezt azért írtam néktek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Ion scrie gândurile acestea ca viața care venea din Dumnezeu. János leírta ezeket a gondolatokat abból az életből, amelyet az Istenből származik. Azért, hogy ez meg legyen osztva velünk is. Și fiecare dintre noi să intrăm în secretele acestea ale vieții. És minden ember be tudja lépni az életnek a titkaiban.
El ca un bun ascultător, un bun teolog al lui Dumnezeu. Ő egy olyan ember volt, aki engedelmes volt, csendes, de ugyanakkor teológiában is mondhattuk, hogy magas rendű volt. Szól és hirdeti az igét az akkori korabelieknek úgy, mint nékünk is. Ezeket az isteni alapigazságokat. Hogy aki hisz az Istennek a fiában, annak örök élete van. Ez egy óriási ajándék, amelyet az Isten, a mindenható ajándékozott a múlandónak, az embernek. Mint bevezetésként még szeretnék egy gondolatot kiemelni. Amikor Pál apostol írt egy-egy levelet, ő a helybeli gyülekezeteknek küldte a levelet, és próbált választ adni legtöbb ízben a gyülekezet kérdéseire. De data aceasta Ioan încearcă și scrie familie. Így János apostolások, hogy a családnak írja meg. Și reușește într-o mare măsură să se adreseze. És sikerült neki azt, hogy ezt az üzenetet ekképpen adja át. Și folosește deseori cuvinte care fac parte din componența familiei. És sokszor használ olyan szót, amely a családhoz, a családias lelkülethez tartozik. Fie vorbește de copii, akár gyerekekről legyen szó, kicsikről, nagyobbakról vagy idősekről. Compun membri familiei. Olyan személyekről, akik alkossák a családot. Nu degeaba oamenii care studiază Biblia. Nem hiába azok az emberek, akik kutatják az írásokat. Denumesc această epistolă. Úgy nevezik ezt a levelet. În limba română Sfânta Sfintelor. A Szentek Szentje. Sanctum Sanctorum. Tehát Szentek Szentje. Oamenii teologii aceștia a deosebiți. Teológusok, akik kutatják, és miért adják ezt a megnevezést? Această epistolă dorește să facă ceva foarte important. Ez a közönséges levél szeretne valamit nyomozni. Vrea să-l aducă pe individ din pragul casei. És pedig az embert a háznak a bejárati küszöbéről. Până în mijlocul lucrării lui. Be akarja vinni egész, mondjuk úgy, a ház, a családi körben. Până în locul acela unde se făceau lucrările miraculoase. Olyan helyekre, ahol az Istennek a természet fölötti műve megjelent. Maguk, és mi is tudjuk, hogy a Szentek Szentjében ott be lett mutatva az áldozat a bűnökért. Unde pentru vina noastră. Ott, ahol az mi vétkeinkért, a bűneinkért, az akkor időben a zsidóknak a vétkeért bemutattak, tehát engesztelő áldozatot. Și Ioan face o trecere între aceste două lumi. És János próbálja ez a két világ között ezt a kapcsolatot fenteni, és a judaizmus és a keresztény világ között. Și spune că așa cum odinioară s-a plătit prețul pentru vinovăția evreilor. És azt akarja megmagyarázni, hogy ahogy a régebbi időben a zsidóknak a vétkeiért, hogy lett lefizetve az áldozati áldozat által, úgy a mai időben, ma a Krisztusnak az áldozata elegendő azért, mint áldozat, hogy megszenteljen bennünket. És mindaz, aki hisz ebben az áldozatban, az örök életet nyerjen. Dicsőség legyen Istennek. Vedeți, sunt câteva lucruri, cuvinte cheie, care sunt folosite în epistola aceasta. Vannak olyan dolgok, és amelyet megtalálunk ebben a levélben, és pedig kulcsfontosságú szavak, illetve gondolatok. Az egyik a világosság. Apare cuvântul dragoste. Azután a szeretet. Apare cuvântul viață. Azután az élet. Apare cuvântul părtășie. A következő a közösség. Și apare cuvântul a ști, a cunoaște. A másik viszont az, hogy ismerni, tudomásul venni. Toate acestea, când Ioan le scrie, mikor János mindezeket leírja, dorește să neutralizeze o formă a gnosticismului. Szeretné a gnoszticizmusnak a felfogásait valahogy árnyékban helyezni. Care ei recunoșteau divinitatea. Mert azok abban az időben, és ma is elismerik az istenséget. Dar nu în totalitate
manifestată prin Domnul Iisus Hristos. De viszont nem fogadják el úgy, mint szellemi erő által a Krisztus szemén keresztül. Ei spuneau. Ők azt mondták. Momentul când s-a născut Iisus Hristos. Amikor a Krisztus megszületett, az egyszerű ember volt, mint akármelyik. A fost trimisul cerului. Nem volt a mennynek a küldötte, nem Istennek a fiaként jött el. În momentul când el s-a botezat, amikor ő megkeresztelkedett, a venit peste el puterea Duhului Sfânt. Akkor őre is rászállt a Szent Szellem. Și în toată perioada de 3 ani și jumătate cât a slujit cu evanghelia săracilor și nevoiașilor. Azon a 3,5 éven át, miközben hirdette az igét a szegényeknek, a szükségben lévőknek, a Szent Szellem rajta volt. Dar în momentul când a fost atârnat pe cruce. De amikor megfeszítetett, Duhul Sfânt a plecat. Akkor a Szent Szellem eltávozott őtőle. Și a rămas un simplu om. És megmaradt az ember. Și asta nu este adevărat. És persze, hogy ez hazugság. Pentru că nimeni nu putea să se jertfiască dacă n-avea autoritatea lui Dumnezeu. Mert senki sem tudott volna ilyen áldozatot bemutatni, ha nem az Isten hatalmából lett volna küldve. Și împotriva acestei erezii. És az ilyen tévtanítások ellen. Împotriva acestui fals. Az ilyen hamisság ellen. Ioan primește a János apostol megkapja ezt a levelet, ezt az ihletést. Azért, hogy megírja az igazságot a korabeli társainak. Și mai târziu, és a későbbieknek is. Acelora care vor veni după azok, akik majd következnek, mint generációk utána. Astăzi, és ma, nouă, itt, előttünk, úgy, ahogy hirdetve van az ige a jelenben. Are trei lucruri importante epistola aceasta, întâia epistola. Három fontos dologa rendelkezik ez a közönséges levél. Ne vorbește despre Dumnezeu cum că El ar fi lumina și că este lumina. Bemutassa az Istent, aki a világosság. Ne vorbește despre Dumnezeu care este dragoste. Bemutassa az Istent, mint szeretet, a szeretet Isten. Ne vorbește Dumnezeu care este viața. Aki az élet. În dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre primul punct pe care vi l-am. Szeretnék beszélni az első pontról, amelyet említettem. Dumnezeul care este lumina. És pedig az Istenről, az aki a világosság. Ce face lumina? Mit tesz a világosság? Dumnezeu este lumina. Miért Isten világosság? Și aș vrea să subliniez încă de la începutul vorbirii. Szeretném, hogy a beszédem kezdetén ezt aláhúzom. Faptul că el nu este o lumină. Ő nem egyféle világosság. Ascultați-mă bine. Dumnezeu nu este o lumină. Ő nem egyféle világosság. Dumnezeu este lumina. Hanem ő a világosság. És tot ce este lumină în universul acesta. Mindaz, ami fény, vagy világosság, és ami csak létezik ebben a világegyetemben, az Isten. Tot ce este lumină și lumina care merge totdeauna înainte, este Dumnezeu. És az a világosság, amely mindig előre megy, és nem hátrál meg, ő mindig az Isten. Lumina poate fi concepută în trei feluri. Mert háromféleképpen lehet megérteni a világosságot. La nivelul minții noastre. Már így ember képessége. Lumina materială. Ott van az anyagi világosság. Despre care vorbește Scriptura la Genesa, la facere. Amikor beszél az Istennek az igéje kezdetnél. Că prima dintre creațiile pe care Dumnezeu le-a realizat. Az első teremtett dolog az, amit Isten létrehozott. Este lumina. Pontosan a világosság. Pentru că Dumnezeu a zis să fie lumina. Mert Isten mondott azt, hogy legyen világosság. Világosság. Și a fost făcută lumina. És ez így létrejött. Și după ce a fost făcută lumina. Miután ez létrejött. Dumnezeu s-a uitat. Isten nézett. Și a văzut că lumina este. És látta, hogy a világosság. Bună. Jó. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți. Kérdezem a testvériséget. Credeți că e bună lumina? Hiszitek, hogy jó a világosság? Cei care îl iubim pe Dumnezeu. Akik szeressük az Istent. Iubim și lumina. Szeressük a világosságot. Și dorim lumina. És kívánjuk ezt a világosságot. Majd később láthatjátok, hogy miközben vágyódunk ez a világosság után, ez a világosság létrehoz, termel valamit az emberben. Mert Isten az ő bölcsességében előre látta. Tehát ott van a természetes fény, de care noi toți ne bucurăm. Aminek hát mi örülünk nagyon. Și spune că a despărțit lumina. És azt mondja az Istennek az ige, hogy elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Majd később jön János és mondja. Și întunericul n-a mai biruit lumina niciodată. És a sötétség nem tudta legyőzni soha a világosságot. Együtt mondjuk mi. Dicsőség legyen Istennek. Când spui Dumnezeu este lumina. Amikor arról beszélsz, hogy az Isten a világosság. Se are în vedere și mintea luminată a unui individ. Azt figyelembe veszi még az emberi észt is, amely világosságot nyer. Omul
Zecea în întuneric și în păcate. Mert az ember bűnben él és a bűnben süllyed el. Și nimeni nu i putea descoperi omului. És senki nem tudta felfedezni konkrétan a bűnt az életében. Mert lumina. Hanem csak a világosság. Lumina a adus cunoștința păcatului. Mert a világosság meghozta a bűnnek az ismeretét. Și prin lumină omul a putut vedea deslușit umblarea sau modul în care el umblă. És a világosság által meglátta az ember a saját cselekedeteit, ahogy járt. De cele mai multe ori omul când legtöbbször, amikor az ember elvégzi azt a bűnt, azt sötétségben próbálja csinálni. Prea puțin comit păcat când dau lumină. Kevés az, amikor tehát a nyilvánosság előtt, tehát a világosság előtt cselekszik. Aici mă refer, dragii mei, la cunoștința adevărului. Itt vonatkozok arról, mikor kapsz ismeretet az elmédben. Azt mondja az írás, mert Isten nem veszi figyelemben a tudatlanság idejét. De viszont parancsol minden embernek mindenütt, hogy megtérjenek. Vagyis a megtérés, a bűnbánat meghozza világosságot. És arra készíti az embert, hogy az ember megváltozzon. Și să putem umbla în lumină. Și studium világosságban járni. Știți, profetul Isaia are o experiență interesantă cu Domnul. Ésaiásnak volt egy érdekes élménye Istennel. Și Domnul îi spune, és az Úr azt mondja, care zăcea în întuneric, az a nép, amely a sötétségben élt, vede o mare most lumină. Lát egy nagy világosságot. Cine este lumina? Kiről beszélt itt a proféta? Este Domnul Iisus Hristos. A Krisztusnak a megjelenéséről. Prezența lui Isus în viața unui om. Mert mikor Krisztus megjelenik valakinek a lényében, aduce cunoștința, az meghozza az világosság ismeretét. Aduce lumina. Behozza a világosságot. Și omul realizează că este és az ember rájön, hogy bűnös. Și se lasă de păcatele. És azután elhagyja a vétkeit. Lumina când intră în viața cuiva, amikor a világosság belép valakinek az életében, face cel puțin două lucruri. Legalább két alapvető dolgot végez. Îl arată pe Dumnezeu în slavă, în glorie. Bemutassa Istent, mint dicsőséges Istent, glóriában. Și îl arată și pe individ cât este. Și aztán rámutat az embernek a természetére, hogy mennyire bűnös. Nici unul, dragii mei, dintre noi nu ne putem întoarce la Dumnezeu până nu pătrunde lumina lui. Senki nem képes Isten felé fordulni, ha először nem lép a világosság az életében. Și lumina face o analiză perfectă a világosság unger al inimii. Egy belső felmérést tesz az embernek minden kis titkos sarkaiban. Și ne determină să luăm cea mai corectă. És arra készíti az embert, hogy a legmegfelelőbb magatartással álljon Isten előtt. Întunericul ascunde, teste. A sötétség ott van és el van rejtőzve. Lumina descoperă. Jön a világosság és rámutat. Și omul se recunoaște. És akkor az ember elismeri, care nevoie, hogy szüksége van Istenre. Așa am trecut mai fiecare dintre noi prin fazele acestea ale pocăinței. És mindenki, akik megtértek ezeken a lépéseken végigmentek. Niciun om pocăit nu poate neglija etapele acestea. Aki Istennek a gyermeke, megtért ember, az nem mellőzheti ezeket a lépéseket. Și în dragostea lui Dumnezeu. És Istennek a szeretetében Isten elküld a világosságát ide közénk. Cunoașterea păcatelor. És pedig nem más, mint egyebek között a bűn felismerése. Și în al treilea rând. És harmadízben. Lumina care vine din partea lui Dumnezeu. Az a világosság, amely Isten részéről érkezik. Este ca o formă de manifestare a puterii lui Dumnezeu în adunare. Ez nem más, mint Isten erének a megnyilvánulása a közösségben. Și despre asta aș vrea să vorbesc. Szeretnék erről beszélni ezen a reggelen. Despre părtășia care este a közösség, prin lumina pe care Domnul o revarsă peste biserică. Amelyet maga az Úr az ő világossága által hoz létre. Cum pot avea copiii, noi, tu, cei ce ne urmăriți, cei ce mă ascultați? Cum putem avea părtășie cu Dumnezeu? Hogyan lehet közösségünk nékünk Istennel? Minden korosztályról beszélünk, gyerekek, fiatalok, középkorúak, idősek. Și Ioan scrie atât de frumos. És János írja annyira érthetően. N-am citit versetul 3, dar cred că este potrivit să vă citesc acum versetul 3. Olvasom a hármast is, habár mi az ötöstől olvastuk. Deci, spune, ce-am văzut și-am auzit,
aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Amen. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Amen. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek is, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Mikor János leírta a levelet, are în vedere prezentarea lui Dumnezeu în fața noastră. Itt figyelembe vette az Istennek a bemutatását előttünk. Și are în vedere ca lumina care este Dumnezeu. Hogy az a világosság, amely maga az Istenből származik, az felkészítsen bennünket arra, hogy közösségben lépjünk az Atyával. Părtășia nu-i prin puterea noastră. A közösség nem a magunk erejétől jött létre. Și părtășia se datorează, se realizează prin lumina care vine, hanem ezt a közösséget létrehozza az a világosság, aki maga Isten a világosság. A görög az eredeti, ahol megvan írva ez a levél. Cuvântul tradus în românește ar însemna a avea în comun. A avea ceva în comun. Tehát magyarul úgy jön neki, hogy valamiben részem van, tehát részes társ vagyok benne. Koinoina. Deci a avea ceva în comun. Tehát van valami, ami közös, ami ceva hozzám is tartozik. Vagyis nem egy-kettő, hanem többen ugyanabban a közösségben vagyunk. Mert János nem csak azt akarta, hogy ő maga legyen, miután kapta ezt az üzenetet, hanem mindenki, akik elfogadják ezt az igét, azért, hogy lépjenek közösségre az Atyával. Ezért a keresztény közösség ez azt jelenti, hogy mindig legyünk közösségben a krisztusi dolgokkal. Legyen közösség az ima lelkületben. Ce l-au caracterizat pe Iisus Hristos? Mi jellemezte például Jézus Krisztus személyét? Dacă nu rugăciunea. És ha nem az imádság. Ce trebuie să-i caracterizeze pe creștini? Mi kell jellemez a kereszténységet? Dacă nu rugăciunea. Ha nem az imádság. Învățarea din cuvântul lui Dumnezeu. Tanulni az Istennek a beszédéből. Și a Domnului. Ott van az úrvacsora. Este foarte important, în care părtășia trebuie să fie evidentă. Annyira fontos az, hogy az úrvacsorai közösségben ott legyen a Szent Szellem jelenléte. Și nu în ultimul rând, dragii mei, dărnicia. Ugyanakkor ott van az ajándékozás. Un om care umblă în lumină și are lumina lui Dumnezeu. Aki világosságban jár, és rendelkezik Isten világossága. Aki közösségben lép az Istenséggel. Az az ember ajándékozó. Adakozó. Dicsőség legyen az Úrnak. Inima omului acela e plină de pace. Az embernek a szíve tele van békességgel. Pentru că el știe că a umbla în părtășie cu Dumnezeu. Mert ő tudta nagyon jól azt, hogy járva az Istennel való közösségben, akkor be kell bizonyítsd az Istent azokon a helyeken, ahová csak jársz, mész. Vedeți, dragii mei, dacă întunericul este opusul luminii, hogyha a sötétség, tehát az ellentétje a világosságnak, însemnează că el este ostil lui Dumnezeu. Ő azt jelenti, hogy tehát, hogy hűséges. Ascultați-mă bine! Ellensége. A sötétség. Tehát, hogyha ellenfele, ő neki érdekében áll az, hogy mindig elrontsa az Istennek a dolgait a sötétség, már mint a sötétségnek a munkája. És az apostol felfedezi ezt a hazugságot. A hatos számú igevers mondja, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszük az igazságot. Pentru că versetul 5 ne spune că vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și că în el nu este întuneric. Az ötösige vers mondja, ez pedig az az üzenet, amet tőle hallottunk és hirdettünk néktek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Și aici este marea noastră problemă. Itt van az emberiségnek az egyik problémája. În secolul 21, când vorbim despre părtășie cu Trinitatea. Amikor beszélünk a közösségről és pedig a Szent Háromság személy. Cum de se întâmplă lucrul? Hogyan létezik az? Sokszor érdekes dolgokról hallunk. Că omul
Trăiește și altfel. Hogy az ember él máshogy is. Decât ceea ce ar trebui să-l caracterizeze. Mint az, ami kellene, hogy jellemezze őt. János felfedezi ezeket a dolgokat, három nehéz nici dolgot. Azt, hogy ne szeressétek a világot, nici lucruri de care sem a világban lévő a dolgokat, mert a világ iránti szeretet, tudjátok, hogy mit mond az írás, ez nem más, mint ellenségeskedés Istennek személyével szemben. Mulți am auzit despre Napoleon. Sokan hallottunk és ismerjük Napóleont és az ő cselekedeteit. Azt mondta, hogy a törvény csak az egyszerű embereknek lett megírva. És ő feletté érezte magát a törvény felett. És itt van egy nagy baj. Foarte mulți dintre noi ne credem că am fi ceva sau cineva. Ma sokan azt gondolják, hogy valaki vagy valamik vagyunk. És ezeket a törvényszerűséget, amit Isten meghozott a világban. Nem érvényes ez számunkra. Nagyon sok lelkésznek megvan ez a problémája. Ők azt gondolják, hogy csak kell tanítani a többeket. És hogy az Istennek a beszéde, ez, hogy nem érvényes számukra. Mindenkinek kötelessége, hogy szeresse az Isten beszédét, és törekedjen így élni. És legyen közösségünk ezzel az igével. Azért, hogy a bensünk üdvösséget nyerjen. Hogy az embernek a lelke üdvösséget nyerjen. Este o mare problemă. Ez egy óriási nagy probléma. Care a pătruns în viața societății și a bisericii. Amely belépett a társadalma, sőt a gyülekezetek életében. És ez behoz az ördög. Știți care este? Tudjátok melyik? Odată ce m-am întors la Domnul, hogy miután megtértem az Úrhoz, am încheiat legământ cu el prin apa potabilă, szövetséget kötöttem a vízkeresség által, ezután én már nem bírok vétkezni. Nem létezik bukás. Nu există posibilitatea ca diavolul să mă păcălească. Nincs ott az esély, hogy a sátán becsapjon. Și minte pe mulți dintre noi. És az ördög jön és ezzel bedumálja az ember eszét. Dar să-l mustre Domnul. De az Úr dorgálja meg ezt a gonosz erőt. Și să plece de la mintea ta. És távozzon el az ember észből. Și să vină lumina peste és jöjjön az Istennek a világossága. Și să înțelegi. És hogy megértsd. Căci Domnul ne iubește, da? Az Úr szeret bennünket. Și că El vrea ca părtășia cu El să fie reală. És azt akarja, hogy a közösségünk vele ez élő legyen. Și în momentul când greșim, amikor tévedünk, să venim la El, akkor jöjjünk az Úr elé. Din atins am citit în dimineața. Ezt szándékosan olvastam fel ezen a reggelen. Versetul 7. A hetes igevers. Dacă umblăm în lumină, ha pedig a világosságban járunk, El însuși este în lumină, ahogyan ő maga világosságban avem van, părtășie unii cu alții, akkor közösségünk van și egymással. Sângele lui Iisus Hristos, fiul lui, ne curățește, és Jézusnak az ő fiának a vére, de orice ce, megtisztít minket minden bűntől. Numai că a doua mare problemă a părtășiei. Egy másik ilyen nagy probléma, ami a közösséget illeti. Se realizează prin mărturisirea păcatului. Ez úgy működik, hogy meg kell valljunk a vétkeinket. Și prea puțin dintre noi mai facem. És nagyon kevesen cselekszik még eztet. Dacă zicem că avem părtășie cu El, mert azt mondjuk, hogy van közösségünk az Atyával, am înțeles că umblăm în lumină, akkor megértettem, járunk a világosságban. Și un al doilea mod prin care se descoperă părtășia, és egy másik metódus, amely által az Úr kijelenti magát a közösségben, este că noi ne mărturisim păcatele. És pedig az, hogy az ember megvallja az ő vétkeit. Ce sunt păcatele? Mik azok a bűnök? Și aici se bat cap în cap. Itt megütköznek a teológusok az ő mentalitása. Unii rămân puterea păcatului doar la ceea ce se transmite de la nașterea, prin nașterea noastră moștenită de la Adam. Némelyek lecsökkentik tehát a bűnnek a természetének az erejét vagy a formáját, csak hogy mi bűnben születtünk, ennyi. Și merg mai departe și spun că odată ce ne-am întors la Domnul, és miután megtértünk az Úrhoz, noi nu mai putem păcătui. Akkor már nem vétkezünk többet. Iisus a plătit prețul păcatelor. Jézus lefizette az összes vétkeinket. Suntem liberi. Szabadok vagyunk. Și Dumnezeu este obligat să ne ducă. És az Úr köteles bevezetni bennünket a mennybe. Dacă așa ar sta lucrurile, de ce scrie aici? Ha így állnak a dolgok, akkor miért vannak ezek megírva? Dacă zicem că n-avem păcat. Mert hogyha, neki keves.
A nyolcas igeverse. Nyolcas azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. De ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Și de n-ar fi fost versetul 10. Ha a tízes igeves nem lenne ott. Puteam rămâne confuz. Akkor lehet, hogy megtévesztésbe lettünk volna. Ipoteza lansată de teologi. Azt, amit a teológusok első ízben mondták. Dar vine versetul 10 și ne aduce lumină. De a tízes igeves tisztázza. Și ce bine, dragii mei, că Domnul lasă lumină peste noi. És milyen jó, hogy az Úr hozza világosságot a mi lényünkre. Dacă zicem că n-am păcătuit. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, și cuvântul lui nu este noi. És nincs meg bennünk az ő igéje. Nu e vorba doar de păcatul acela pe care l-am făcut în întunericul în care zăceam. Tehát nem csak az örökölt bűnökről van szó, amiben éltünk, ci e vorba și de greșeli, hanem az, hogy azok a vétkek, amelyek pe care le săvârșim, beérkeznek, és az ember csinálja napról napra. Odată ce după am încheiat legământul, miután szövetséget kötöttünk az Úrral, a víz, tulajdonképpen nem más, mint gyakorlatként jársz a világosságban. O esență, o formă de manifestare a lui Dumnezeu, mărturisirea păcatelor. Tehát ez így közeledhetsz Istenhez, ha az ember megvallja az ő vétkeit. Se spune într-o întâmplare, cum că o soră, az egyik történet azt mondja, hogy az egyik nővér volt egy beszélgetés a férjével. Și se spune că el a plecat trist la serviciu și a rămas trist acasă. Ő, mint a férfi, elment szomorúan a munkahelyre, és a hölgy otthon maradt. Și în timp ce mergea către locul de muncă, și miközben ment a munkahelye felé, vine Duhul Sfânt și îl cercetează. Jön a Szent Szellem és meglátogassa a férfit. Și primește așa o lumină din partea Domnului. Kap világosságot Istenről. Se întoarce acasă. Hazamegy. N-a mai mers la locul de muncă, se întoarce acasă și spune soției. Visszajött a... Am greșit. Azt mondja, tévedtem. Uite, te rog să mă ierți. Bocsáss meg. Nu e cazul ca noi doi să trăim intenții. Nem érdemes itt feszültségben élni. Când în mijlocul casei noastre trebuie. Mikor a házunk körében ott kell legyen a békesség. Și hai să ne împăcăm. Gyere, békünk meg. Și soția crezând că trebuie să-i dea o lecție bună. És a felesége gondolt, hogy most ad egy jó leckét a férjének. L-a respins, elutasította, hátat fordított neki. Și a zis, adică n-a comunicat nimic. Vagyis nem vállalta a közösséget. Și fratele trist, a trebuit să meargă către locul a testvér, a férfi szomorúan visszament a munkahelyére. Și a spus, plec trist din casă. Elmegyek szomorúan otthonról. Și spre surprinderea ei. A tehát meglepetésére. El a fost adus acasă în Sichem. Őtet hazahozták koporsót. Nem jött már vissza élve. Vecinii din jur o întrebau. A szomszédok megkérték, asszony. De ce ești tristă? Miért vagy szomorú? De ce nu zâmbești? Miért nem mosolyogsz? Păi a murit soțul. Meghalt a férjem. Și asta că i-a murit, hai că mor oamenii. Most, hogy meghalt. Condițiile în care au murit. Na most milyen feltétel között halt meg? S-a apropiat de așa întrebat-o. És megkérdezték. Aș vrea să dau ani. Szeretném azt, hogy az esztendőket visszahozzam. Aș vrea să dau înapoi zilele. Szeretném a napokat visszahozni. Aș vrea să stau din nou în fața lui. Szeretnék állni előtte. Și să-i spun. És hogy elmondjam neki, hogy megbocsájtottam. Hogy igazadban mi békességben kell élünk. Mi csendességben és megértésben kell élünk. A mi házunk a mennynek egy része. Itt köztünk. Itt az Istennek az erét kell működjön. De ott van a törtetés. Ott van a régi ember, óember. Dar ființa care și mândria care nu vrea să se pocăiască. Az a büszkeség, amely nem akar megtérni. Te departe. Ez az embert elszakasztja, eltávolítja. Nu te lasă să intri în părtășie. Nem, engedi meg, hogy közösségbe lépjél. Dragii mei, frați și surori. Kedveseim. Domnul a pus la dispoziția noastră. Az Úr rendelkezésünkre helyezte. Mărturisirea. A bűnmegvallást. Există o putere.
pe care El Dumnezeu îl descoperă. Van egy prin erő, ungerea care ți-o dă, să poți să-ți mărturisești vinovăția. Az Úr megadja ezt az erőt, az ő kenet által, hogy az ember elismerje a vétkeit. Haideți să ne folosim de gyertek, használjuk ezt a jogot. Atunci când Dumnezeu descoperă nevoia, amikor az Isten megmutassa, hogy szükség van erre, ez azt jelenti, hogy a jót akar, a te részedős az enyémről. Azért, hogy az ember a bűnnek a terhét ne hordja. Dragi creștini, kedves keresztények, kedves emberek, nincs ember, aki ne vétkezzen. De ha mégis vétkezik valaki, akkor van valaki, aki megért. Marele nostru preot. A főpapunk. Știți cum îl cheamă pe el? Hogy hívják őtet? Puteți să spuneți numele lui? Kijelentettétek az ő nevét? Jézus Krisztus, a mi főpapunk. Împodobiască gloria. Dicsőség legyen néki. Amen. Duhul Sfânt vrea să treagă. Mert a Szent Szellem riadót akar húzni, ami irányunkban. Bárki is lennéd ezen a helyen. Dacă vrei să intri în împărtășie. Ha be akarsz lépni a közösségben. Să ai comun pe Iisus. Hogy ott részes társ legyél Krisztus közösségében. Să ai comun pe Iisus în casa ta. Hogy Jézus ott legyen a te házadban. Az, hogy ezt megoszd másokkal is. Ezért az ember meg kell vallja az ő vétkeit. Meg kell alázd magadat. Mikor ezeket megteszek, akkor három ilyen jelenség áll be az ember életében. Devenim vulnerabil. Az ember tehát érzékenyé válik, robbanékonyé válik. Ne deschidem, vulnerabil, ne cunosc oameni. Az emberek megismerik. Ismernek az emberek. Az emberek megismerik azt, hogy kik vagyunk. Kitől rejtőzhetünk el? Egyik a másiktól? Ez lehetséges. De viszont az Istentől nem lehet elrejtőzni. Mert az Isten mindent lát. Az ő szeme, mint a tűzláng, és behatol az embernek a lényében. Azt mondja, hogy a hajatok szála is, azt mondja, nyilván van tartva. Nincs egy szál, amely ne legyen, tehát Istennek a nyilvántartásában. De akkor az embernek a gondolatai. Vagy akkor a hirtelenségeink, azokat a gondolatokat, amely itt megjelenik a gondolatainkban. Cselekedetek, mert sötétségben cselekedjük. În multe case sunt probleme. Sok családi körben baj van. Pentru că nu se deschid oamenii. Mert az emberek nem nyissák meg magukat. Nu devin vulnerabil, nu devenim oameni simpli. Tehát nem vál az ember egyszerűvé. Vreau să supun atenție voastră mult și la aceast. Figyelmetekben ajánlom. Imaginea despre Simon leprosul. A Simon a poklos ember. Asta a lepra. Poklos volt. Și Domnul a vindecat. Și az Úr meggyógyította. Și ce a gândit el? Mit gondolt ő magában? A drept răsplată pentru că m-a făcut un bine. Azért, mert megjöltet. Hai să-i dau gyere mostan vendégeim meg. Simon avea dreptul să se vindece fizic, dar avea dreptul să se vindece și spiritual. Ő Isten megadta ezt a jogot, hogy fizikailag is meggyógyuljon, lelkileg is. Ca așa face Domnul când vindecă. Mert az Úr, mikor gyógyít, ezt is megteszi. Vindecă partea firească, fizică, jön trupul. Testileg is meggyógyít. Dar mai întâi și întâi el de să vindece sufletul. Az elsőbség az Isteni az, hogy az embernek a lelke gyógyuljon meg. Ce gândește Simon? Hai să dau o petrecere. Azt mondja, Simon, gyere. În cinstea Domnului Iisus. Készítsünk valami finomat a mesternek. Și-l cheamă la ospăț. Elhívja őtet haza. Mă gândesc eu, casă mare. Nagy ház. Și fiind mulți invitați acolo. Sokan meg voltak hívva, vendégek. Nu putea intra în casă chiar dacă era mare. Nem tudta oda bemenni, lehet, hogy egy sátort tette az udvarban. Multe bunătăți. És sok finom dologot. Și Simon, pentru că nu era vindecat în ce privește interiorul. Mivel ugye a benső világa még nem kapott gyógyulást. După cuvântul pe care el îl știa, după cuvântul Vechiului Testament. Ő tudta nagyon jól, hogy a törvény szerint meg van írva. Trebuia să se smerească. Meg kellett volna alázza magát. Și să facă primul gest. Știți ce trebuia să facă Simon? Meg kellett volna az első. Când a intrat un străin la el în casă. Az első illemlépés. Ca să-i dea cinstea străinului. Azért, hogy megtisztelje azt az idegent. Trebuia să se pună și să-i spele picioarele. Hogy megmossa a lábát. După ce i-a spălat picioarele. Azután. Trebuia să-l îmbrățișeze. Hogy átölelje. Și să-i dea o sărutare.
És megcsókolja. Szent csókol. Sărutare era în tot Orientul acela, ez care trăia közép, Iisus. Közép-keleten azon a részen, tehát gyakorolták eztet, az írás is aláhúz eztet. Sărutarea era gestul. Tehát ez egy olyan szép illem volt, amely által az uralkodó bemutatta annak, akit vendégül fogadott, hogy tehát felsőbbrendű, mint ő. Este mai mare. Felsőbbrendű, mint ő. Cinstesc, te prețuiesc, mert tisztellek, megbecsülek, te, aki jöttél hozzá. A făcut Simon lucrurile acestea? Simon ezt megtette. De a primit vindecare, dragii mei. De gyógyulást kapott. Așa spune, Simon leprosul. Azt mondja, hogy a Simon a leprás. Dar nu mai avea lepră, că de avea lepră, trebuia să stea în leprozărie. Mert ha rajta lett volna lepra, persze, hogy kint kellett volna lenni a táborban. Să se deschidă, ő să nem nyitotta meg magát, mai mare. Hogy azt mondja, hogy te vagy a nagyobb. În momentul când mărturisim, amikor megvalljuk, recunoaștem vinovăția noastră, elismerjük a mi vétkeinket, și-l cinstim pe celălalt cu lucrurile és tisztelük a másikat ezekkel a dolgokkal, și celălalt trebuie să facă aidom, acum a făcut Iisus. És a másik is azt kell tegye, mint Jézus is tett. Să-l îmbrățișeze pe átölelt Simon. Simont, și să-l mângâie pe Simon. És hogy vigasztalást nyújtson neki. Și să-i dea învățătura lui Simon. És tanítást adjon Simonnak. Și să se roage împreună cu Simon. Imádkozzon együtt Simonnal. Fraților, sunt oameni care sunt lângă noi. Vannak emberek, akik körülöttünk vannak. Și au nevoie de un cuvânt. Szükségünk van egy szóra. Au nevoie să fie încurajați. Azért, hogy bátorítást kapjanak. Au nevoie ca să fie mângâiați. Szükségünk van vigasztalásra. În timp ce exista această discuție mutuală între Simon și Fiul lui Dumnezeu. Miközben létezett ez a néma kommunikáció Simon és Jézus között. Intră că Iisus știa că trebuia să-i dea sărutarea. Dar tăcut, n-a zis nimic. Jézus hallgatott persze, mert în timpul acesta intră o persoană volt, care n-a fost invitată. És bejött egy személy, berohant egy személy, aki nem volt meghívva. Despre care noi avem păreri. Akiről nekünk gyors, téves véleményük volt. És abban az időben rövete. Nagyon téves véleményeik voltak. Dar cu ea s-a întâmplat ceva. De valami történt ezzel a személlyel. Și ea l-a întâlnit pe Iisus Hristos. És ő találkozott az Úrral. Și duhurile și fără de legile și a bűnök, și lucrurile murdare care erau în viața ei. A bűnök, a gonosz szellemek, a vétkek, amelyek az életében voltak. Toate au plecat. Ezek mind eltávoztak a lényéből. Atingerea Domnului a fost. Az Úrnak az érintése nagyon érkezett. Inima acestei femei. Ennek a hölgynek a szíve. S-a descărcat de rău. Teljesen lerakódott a vétkektől. Întunericul din viața acestei femei. A sötétség eltávozott az életéből. Și a devenit o femeie bună, care să-l slujească pe Domnul. És egy megváltott, egy szabaddá lett hölgyé vált. Și zice, mă duc să mă recunosc. Elmegyek, és elismerésre leszek előtte. Poate că el nu știe ce era în mine. Mert ő nem tudja azt, hogy mi van én bennem. Poate că nu știa luptele pe care le-am avut. Nem tudja azokat a harcokat, amely rendelkezem. Mă duc acum să-i spun, să-i vorbesc. Elmegyek, és beszélek néki róla. Vedeți că avea nevoie Iisus de cuvintele ei? Az Úrnak szüksége lett volna az ő beszédére? Nu știa ce este în lăuntrul lui. Nem tudja az Úr, hogy mi van az ember belsejében. De? Dar este vorba de mărturisire. De viszont ott van a megvallás, a bűn vallomása. Pe tine ca om te ridică. Teged, mint embert egy ilyen helyzet felemel. Chiar dacă crezi că te face vulnerabil. Ha első ízben úgy látszódik, hogy nyilvánvaló leszel, valóvá válsz. De viszont a lábra helyez, talpra helyez. És ad egy alázatos lelkületet, egy csendes szívet. Ha valami véget szenved az Istennek népeiben az időben, pontosan ez miatt szenved. Nem vallják meg a vétkeiket. És egyik a másikért, hogy imádkozzanak. Mert nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Szükségünk van ezért az imádságra. És ezért kell ebben a közösségben lenni, amely a bűnvallás következtében történik. Adja az Úr az élővizeknek egy különleges kenetet, ami ezeket a sebeknek a kezelését illeti. Vrei să vindeci? Akarod, hogy meggyógyulj? Szeresd-te-te. Alászkodj meg. Vrei să oferi oamenilor din jur dragoste? Akarsz adni szeretetet az embereknek? Szeresd-te-te. Akkor az ember alázza meg magát? Femeia aceasta s-a smerit. Ez a hölgy megalázta magát. Și ce n-a făcut Simon? És mit nem tett Simon?
A făcut ea. Azt megtette ő. Kezdett könnyezni. A könnyeivel azt mondja, megmosta a lábát Jézusnak, nedvesítette. Azután a hajával törölte meg a lábát. És azután kezdte csókolni a lábait. És azt akartam mondani, te nagyobb vagy, mint én. Én egy bűnös vagyok. Engemet kiszedtél a mocsárból, a sárból. És elismerlek, mint Uramnak, mint szabadítomnak. És veled megyek életem végéig. Milyen szép kép. Tudjátok, hogy folytatódik Jézus és a Simon közötti beszélgetés. És mit mond neki Simon? Mert ő valamit gondolt. Azt hisz, a profita volna. Tudna azt, hogy ez egy tisztátalan ember. Ha nem tudta az Úr esztet? Simon vedea doar secvența din cortul lui, din tabăra lui. Ő csak látta ezt az egész jelenetet, ami ott szem előtt volt. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, n-a știut Simon. De hogy egy pár nappal azelőtt mi történt, erről nem volt Simon informálva. Hogy ennek az asszonynak az életében egy csoda történt. Vagyis a bűnnek az ereje meg lett törve. Az Úr azért jelent meg, hogy megrontsa az ördög munkáját. Akár mekkora az a kötelék. Hogy mennyi szellem van egy emberben, az embernek a lényében. Mikor találkozol az Úrral, mert megvallod a vétkédet előtted. Ezek a bűnök lehullanak a földre. És te, mint ember, szabaddá leszel. Nagy ereje van az Isten beszédében. Az evangélium van hatalma. Az Úrnak van hatalma. Az Úr erővel nyilvánul meg. Ez az asszony felszabadult. Ugyanezt történik veled is, velünk is. Szabaddá leszel. Vulnerabil, și șoptește lați. Devi vulnerabil și fericit. Tehát az ember sebezhető és boldog is lehet. Te pot vorbi oamenii cum vor ei. Az emberek beszélnek, amit akarnak. De viszont boldog vagy. Eu vreau să fiu fericit. Én boldog akarok lenni? 50, 60, 70, câți ani or fi? 50, 60, 70 év, aztán csak elmegyünk. És akarunk az Úrhoz költözni. A büszkeség nem engedi meg azt, hogy az ember megalázza magát. Nekünk nehéz, mint férfiak, hogy elismerjük a feleség előtt, mikor vétkezünk. Hiszem, hogy az élővizekben van egy kivétel. A férfiakban is megtérés van. Amen. Vreau să cred că și bărbații de la Credo TV. Hiszük, hogy a Credo televízió ugyanúgy a megtérésnek a lelkülete van bennük. Ők is meg tudják alázni magukat a feleség előtt, és hogy elismerjék a vétkeiket. Nem járhatsz a világosságban. Nem tudsz közösségben lenni, ha az ember nem vallja meg a vétkeit. Ez az Úrnak a programjához tartozik. Dragii mei, mă apropii de încheiere și lassan bevégezzük. Câteva recapitulări. Szeretnénk egy kis ismétlést tartani. Dumnezeu este lumina. Isten a világosság. Vreau să cunoaștem păcatele pe care le avem. Azt akarja, hogy megismerjük a vétkeinket. Și odată cunoscute păcatele acestea, és miután megismerjük, ezeket tudjuk elhagyni. Domnul dă și voința. Az Úr megadja az akaratot. Și înfăptuirea és a cselekvést is. Dintre noi, da? Domnul în bunătatea lui. Az Úr az a jóságában. Vreau să intrăm în părtășie. Azt akar, hogy közösségben lépjünk. În părtășie cu frații noștri prin lumina aceasta. Testvérekkel abban a világosságban, mit kaptunk. Pentru că El vrea să trăim în lumina aceasta. Mert azt akar, hogy élünk ebben a világosságban. Să vă spun foarte deschis, trebuie să iubim casa Domnului. Kell szeressük az Úr házát. Locul unde Dumnezeu se descoperă. Ahol az Isten kijelenti magát, mert itt van a világosság. În al doilea rând, trebuie să umblăm în lumina aceasta. Kell járjunk ebben a világosságban. Trebuie să ne mărturisim unii altora păcate. Megvalljuk a vétkeinket. Și să facem în așa fel ca să trăim în pace. És úgy tegyük, hogy békességben élünk minden emberrel. Important, pentru că depinde de mine. Mert annyira fontos az, amit tőlem függ. Trebuie să trăiesc în pace. Az, hogy békességben kell éljek. Cu toți minden emberrel. Și nu în ultimul rând, dragii mei. Nem utolsó sorban.
Vine sărbătoarea frumoasă a nașterii Domnului Iisus. Jön az ünnep, vagy az ünnepek Jézusnak a születésére, emlékezünk meg. Legyünk az igazságnak a hordozójává, ami házainkban, a családi körben, és azután a nagy társadalomban. Romániának szüksége van megtért hívőkre. Akik majd hallgatjátok és figyeltek a Credo TV-t, világosság legyetek, az a világosság, amely Istentől érkezik, ezt tudjátok hordozni tovább, hogy az országnak minden területére eljusson az Istennek az ismerete. Az Úr áldja meg az országot, adjon a bűn megtérésnek a lelkületét, úgy hölgyeknek, férfiaknak, fiataloknak, azoknak, akik vezetik az országot. Áld meg, Uram Isten, ezt az országot. Amen. Amen.